Újra eltelt egy hónap, újabb találkozóra hívta borlovagjait a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend. Elsőként az elnökség határozatairól számolt be a rend elnök nagymestere, majd egy sorozat folytatódott. Újra Arany Zsolt gyűjtött össze néhány olyan bort, amelyet véleményezésre érdemesnek tartott. 80-as, 90-es években kunsági borvidékre jönni, vagy a kunsági borvidéken lenni, az nem volt egy olyan nagy kiemelkedő szint, és esetleg kicsinek éreztük magunkat más borvidékek mellett. Lehet, hogy sokakban ma is így van ez. Most hoztam pár bort, van amelyik, és ezzel el is árultam, hogy innen a környékből meg helyből való borokat fogunk most kóstolni. Természetesen nem csak a hibákat igyekeznek ilyenkor felfedezni egy-egy borban. Ez egy rendkívül korrekt bor. A cserszegitől többet nem lehet várni, nem szabad várni, mert ez nem egy muszkát otthon, nem egy irsai olivér. Komplex, együtt van minden alkotó része. A minden hónap harmadik hétfőjén tartott találkozók arra is jó alkalmat adnak, hogy a borászok, borkedvelők az aktuális problémákat, eseményeket, kérdéseket is megvitassák. Az elmúlt napok például a várható erős fagyról szóltak. A szőlő ültetvényeken ez szerencsére még most nem okoz gondot. Kicsit előbb jár a szőlő is, mint az összes többi növény, mint amelyet látjátok, hogy mindenhol a barackfák már virágoznak egy ideje, a medgyek is kezdnek már fehér bimbóba kerülni. Szőlők is elkezdtek már könnyezni, előbb van egy 2-3 héttel, rügypattanás előtt állnak. Most még azért egy mínusz 1-2-3-4-5 fok nem okozna problémát. Csak sokkal később ne jöjjön, mert az már problémát okoz fakadás után. Azért sem lenne jó egy nagyobb fagykár, mert a borászok, szőlőültetvényen rendelkező gazdák helyzete sem könnyű. Többféleképpen éri a borászatokat a támadás közvetett és közvetlen módon. Egyrészt a szőlőárak most már 20 éve nagyjából hasonló áron mozognak, nem emelkednek. A borfogyasztás csökken Európa szerte. Nagyjából azt, most kint voltam egy nagy világpiaci, világ egyik legnagyobb boros konferenciáján, és ott is elmondták, hogy Európában nagyjából egy 10% felesleget termelünk minden évben borból. Emiatt nyilván nagyobb a konkurencia, nagyobb a verseny, úgyhogy nem könnyű, meg kell találni azokat a lehetőségeket, ahol még új piacot lehet találni, viszont ez nagyon nehéz. Meglepő módon az egyik ilyen lehetőség az alkoholcsökkentett és alkoholmentes italok készítése, hiszen most már bizonyíthatóan ezek élik reneszánszukat, mondta Kis Attila.